szeretettel gondolok rá. Elaludt október 6-án, tényleg a nemzet gyásztapján, nagy 56-os volt, és nagyon jó politikus volt, aki mikor helyzetbe került, bölcsen és jól segítette a rendszerváltást. Vissza kell szereznünk ezt a szellemiséget, és ha Árpi és az 56-osok szellemében akarunk működni, akkor ezt kell tennünk. Göncz Árpád egy szimbóluma volt a konszenzuális rendszerváltásnak és konszenzuális demokráciának. Az a ritka politikus, aki az emberi tisztességet politikusként is meg tudta őrizni. Akkor is megpróbált példát mutatni emberségből, demokrácia szeretetből, amikor mások szélsőségekbe mentek át. Azt kereste, ami összeköti az embereket, és őre az egyébként sok szempontból nehéz 90-es években egyfajta biztos pontként emlékezhetnek az emberek. Göncz Árpád a személyében szimbolizálta mindazt, amiről az emberek azt gondolták, hogy érdemes volt rendszert váltani, és azt is gondolták sokan, hogy és ilyen lesz majd a politika és az ország, amilyennek Göncz Árpád képes volt érzékeltetni. Aztán utána következett a nagy csalódás, és most pedig azt gondolják az emberek, hogy pontosan az ellenkezője történik mindannak a mai közéletben, mint amiről annak idején szó volt, ezért kiábrándultak, ezért csalódottak. Kit tudna hozzá hasonlítani a mostani politikai palettáról, 2015 politikusok közül? Sajnos kiábrándult vagyok, és nem tudnék. A Magyar Liberális Párt képviselőjeként egyébként örökösének tartja? Igen, mindenképpen egy példaképünk Göncz Árpád mindenképpen, nem csak azért, mert ő maga is liberális párt tagjaként lett köztársasági elnök, hanem azért is, mert az a szellem, az a gondolkodásmód, ami benne van, az ő személyében ott van benne, a számunkra egy fontos követendő példa. Lát-e olyan politikus embert, vagy olyan politikai pártot, aki örökösse Göncz Árpádnak, vagy az ő által a 90-ben alapított SZDSZ-nek? Az SZDSZ ugye például már nem. Nem látok, és ennek nem az az oka, hogy megvakultam. Én azban bízom, hogy sok száz, sok ezer követője és örököse van Göncz Árpádnak, és 56-nak együtt.